Az első világháborúra emlékező dallamokkal fogadta Nagy Csaba Liszt-díjas tárogató művész a Hősök terén a közönséget. A Nemzeti Összetartozás fájánál tartott megemlékezésen, ünnepi beszédében Román István főispán azt mondta, kétféle határ létezik, egy fizikai és egy lelki ország határ, és ezt a Szabolcs-Szatmár beregiek pontosan tudják, mivel a szomszédos határokat átlépve mindenhol magyarok élnek. Tisztelt emlékezők! Nekünk kétféle országhatárunk van. Az egyik, ahol igazolványt, útlevelet mutatunk az átlépéshez, és az a másik, ahol ez nem szükséges. Annyi mindent kéne még elmondanom, ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. A rendezvényen közreműködött Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész, valamint a Mandala Dalszínház három tagja. Beszédet mondott Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnöke. Nem kicsik vagyunk, hanem nagyok, lélekben nagyok, alkotásban nagyok, minden másban is nagyok, nagy a magyar nemzet. A Nemzeti Összetartozás napján immár több mint 10 éve erre emlékezünk. Erre a nem az egykori, hanem a mai nagyságunkra. Több mint 10 éve itt ezen a téren közösen emlékezünk a Városi Önkormányzattal, a Kormányhivatallal erre a napra. Arra a napra, amely több mint 10 éve már nem a csonkaságra, nem csak a csonkaságra, hanem az összetartozásra, nem a fájdalomra, hanem a feladatokra emlékeztet bennünket. Sesták Oszkár úgy fogalmazott, a vármegye jó kapcsolatot ápol a szomszédos régiók önkormányzataival is. Minden lehetőségünket felhasználva igyekszünk a kapcsolatokat ápolni, fejleszteni. Erre Európai Uniós programok is lehetőséget adnak. Ez az eszköz is jó arra, hogy ezt a kapcsolatot erősítsük közös programokkal, illetve hát önálló kezdeményezésekkel. Örökbe fogadtuk, ha lehet ezt mondani, Beszercenaszód megyét a mai Romániában. Ott egy magyar szórvány van, 10 000 ember él ott, és velük különösképpen foglalkozunk. Ellátogattunk az ünnepségeikre, illetve kölcsönösen részt veszünk egymás ünnepségein, illetve segítjük a magyar napokat ott anyagilag is. Ez mindennapi feladatot jelent, azt gondolom, valamennyiünk számára, közigazgatási egységek számára, önkormányzatoknak, magánembereknek. Az eseményen a történelmi egyházak képviselői közösen fohászkodtak a nemzet megmaradásáért. A református egyház részéről Gál Sándor esperes mondott imát. Tarts távol tőlünk olyan veszedelmeket, amelyeket mi nem tudunk elhárítani. Könyörülj Európán, és tartsd meg benne bennünket, tisztítsd meg küldetésünket, segíts abban, hogy a magatartásunk magyar legyen. A díszőrséget a második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred honvédjei állták. A Nemzeti Összetartozás emlékművénél koszorút helyeztek el, Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke, Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, valamint Román István főispán. Ezt követően a város országgyűlési képviselői Szabó Tünde és Vinnai Győző helyezték el az emlékezés virágait.